És ahogy ígértük, a telefonnál Návai Anikó Los Angelesből. Szervusz, Anikó! Szia, nagyon szép reggelt kívánok a nézőknek. Jó reggelt, köszönjük szépen. Na hát, hogyha a szexuális zaklatási botrány kirobbanása óta, ugye ez volt az első komolyabb rendezvény, és ráadásul az S-nek a műsorvezető házigazdája is azt mondta, hogy jó estét, uraim, már aki megmaradt úriembernek. Szóval, hogy meglehetősen érdekes lehetett a hangulat a gálán, mesélj. Hát először is ugye azt a drámát szeretném elmesélni, hogy... Ott álltam és néztem a gyönyörű arany cipke ruhában, és nem vehettem föl, mert az összes riporternő feketében volt, és nekem is feketét kellett fölvennem. És kicsit tényleg olyan hangulata volt ennek az egész dolognak, mint hogyha egy temetési menet lenne, mert mindenki feketében volt, minden fekete is, hát csak a vörös szőnyeg volt egyedül piros, de... Nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Nem tudom. Igen, hát ugye te lényegében a Facebookon is megszavaztattad, hogy melyik ruhát vett föl, és végül is a fekete lett. Voltak olyanok, akik kilógtak a sorból, vagy lényegében most Hollywood összezárt? Hollywood teljesen összezárt. A színészek mindannyian, színésznők is, a színészek fekete ingben és fekete smokingban, és mindenki viselte ezt a bizonyos Time's Up jelvényt. Anikó, alapvetően a sztárok hogyan vélekedtek, feltételezem, hogy megkérdezted őket, hogyan vélekedtek a zaklatási botrányokról? Hát erről majd a műsorban. Mi a helyzet Nicole Kidmannel? Ugye ti köztudottan jobban vagytok, hogy egy kicsit barátságosabb vizekre is evezünk. Ugye a hatalmas kis hazugságokban alakított szerepéért ő hazavihette a díjat. Tudtál neki gratulálni, beszéltél vele, hogyan fogadta a díjat? Persze, hogy tudtam neki gratulálni. Sajnos csak a leges legvégén, de az HBO After Party-n én voltam az egyetlen riporter, akihez odajött, és a nyakamba borult. Ez majd látszik az adás végén. De a legérdekesebb dolog a műsorban az, hogy játszunk, és most először úgy játszunk, hogy a kérdésre, amire... Csak azt tudja majd megadni a választ, aki megnézi élőben az adást, este 8 óráig kell válaszolni. És aki nyer, az nagyon értékes nyereményt fog kapni, egy $600 ajándékcsomagot, azt, amit a Golden Globe sztárok kaptak. Na hát azért ez nem sem érdemes lesz nézni a műsort. Anikó, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Folytatás jövő héten is. Köszönjük. Én is köszönöm. Szia, szia.